Üdvözlünk a Vacsmodzsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával 10 olyan alkalmat gyűjtöttünk össze, amikor az állítólag csapata tévedett. We thought we did a great job with it. We tested it. We thought we busted the myth. Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban azokat az alkalmakat láthatjátok, amikor az állítólag csapata megkérdőjelezhető eredményre jutott egyes mítoszok tesztelésénél. 10. Kémes üldözés. Mindenki szereti, amikor az állítólag csapata megcáfol egy klasszikus filmes trópust. A kémfilmek leleplezésének első futamában Adam és Jamie azt tesztelte, hogy meg lehet-e állítani egy menekülő járművet úgy, hogy szögeket és tüskéket dobálnak az útra. These are road spikes. Always have one point facing up. I think they're gonna be highly effective when I drop them from the back of the evading spike car. A tömör tüskék bár kiukasztották a gumikat, de egyben a levegő kiszökését is megakadályozták, így a menekülő autó elfogása egy picit hosszabb folyamat. The problem with tacks is that they plug the hole that they create and they don't let the air out quick enough. Now eventually, sure, your tire is going to deflate, but as far as a pursuit goes, you could hang on for quite a while. A műsor nézői azt találták ki, hogy ha a tüskék üregesek lennének, akkor a gumik rögtön leeresztenének, pont ahogy a mítosz is sugallja. Így a rettenthetetlen csapat újra letesztelte ezt a dolgot, ezúttal üreges szögekkel. Az eredmény lapos gumik és az üldözés gyors befejezése lett. Were the fans right? Yes, they're deflating tires in seconds as opposed to minutes with the other one. Totally confirmed. 9. Helyek, ahová nem kellene pisilned. Ez a mítosz úgy szól, hogy ha rápisilsz a vasúti sínek oldalán végigfutó fémsínre, ami az elektromosságot biztosítja, akkor megráz az áram. Do you want to pee on that, Jamie? I don't want to pee on that. Come on, do you feel lucky? Természetesen az állítólag csapatának is tesztelnie kellett, hogy ez igaz-e. A csapat úgy döntött, hogy nem valószínű, hogy áramütés ér, ha csak nem állsz nagyon közel a sínhez. Maybe given the right circumstances, it's raining, it's the ground's wet, his shoes are wet, or maybe he's not wearing shoes, could happen. A nézők ismét tiltakoztak, és a csapat ehelyett egy elektromos kerítésen tesztelte a mítoszt. Egy komoly hidratálás után Adam mindent beleadott, és határozottan érezte az áramütést. A mítoszromboló szakemberek a vezetősínnel kapcsolatban kitartottak a következtetésük mellett, viszont kiderült, hogy ha elég közel pisilünk az elektromosságot vezető tárgyhoz, az áramütéshez fog vezetni. We never said it was impossible to get shocked. We just said that even though urine conducts electricity, you have to be ridiculously close to the source for that to conduct. 8. Séta vagy futás az esőben. Az állítólag csapata letesztelte, hogy az esőben gyaloglás vagy az esőben futás a jobb módja annak, hogy ne ázzunk el. The idea is someone walking through the rain will stay in the rain longer, but the rain's only falling on their head and shoulders. Whereas someone running through the rain is actually picking up rain on their entire front. Eléggé meglepődtek, amikor rájöttek, hogy kevésbé ázol el, ha sétálsz. Ezt a következtetést azonban vissza kellett vonniuk, miután a rajongók kifogásolták a mesterséges eső használatát. Egy második, valódi esőt használó teszt meggyőző bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy minél gyorsabbak vagyunk, annál jobban járunk. I guess it may be that some artifact in our artificial rain skewed the results. So I'm okay with saying that this myth is actually confirmed. I guess it is better to run than walk in the rain. Mint kiderült, az igazit nem lehet helyettesíteni. Tehát ha legközelebb váratlanul vihar támad, dobd el az esernyőt és vedd fel a nyolcipőt. 7. A gornágyú. A csapat ezúttal egy Star Trek epizódon alapuló mini mítoszra vállalkozott. Hogy legyőzze ellenfelét, körkapitány puskaport készített és kristályokat lőtt ki egy házi készítésű bambuszágyúból. Különböző tesztek után Tori, Kerry és Grant megállapították, hogy a házi készítésű puskapor nem ad elég erős lövést ahhoz, hogy eltaláljon egy idegen gyíkot. Amikor pedig ipari puskaport használtak, a lövész végül több sérülést szenvedett, mint a célpont. As sad as I am to say, since this is my favorite episode of Star Trek, this one is busted. I mean, you cannot make homemade black powder strong enough to launch the projectiles, and even if you could, the bamboo would not be strong enough to contain the explosion. Egy pár Star Trek rajongó youtuber azonban úgy döntött, hogy bebizonyítja, hogy a srácok tévednek. Saját lőport és ágyút készítettek, hogy újra teszteljék a jelenetet. Az ő bambuszuk kisebb volt, mint amit az állítólagban használtak, de elérték, hogy robbanás nélkül tüzeljen. A célpontjuk megsérült, így sikeresnek nyilvánították magukat. 6. Fogyasztott szárnyasok.
Amikor a repülőgép szélvédőjének madarakkal szembeni ütésállóságát vizsgálták, felmerült a kérdés, hogy vajon egy száguldó csirke nagyobb kárt okoz-e, ha meg van fagyva. Well, so this is what we're testing here today. Not that there is a chicken gun in existence, but whether or not there's a difference between a frozen and a thawed chicken at a couple hundred miles an hour to an airplane windshield. That's correct. A műsor azonnal bebizonyította, hogy az első tesztjük hibás volt, amikor rájöttek, hogy rossz minőségű üveget használtak. Well, Jimmy, that's the biggest screw-up we've ever done. I mean, we're supposed to test the difference between frozen and thawed chickens, and the Piper Cherokee, its windscreen is not even rated to be smacked into by anything. Újabb tesztek után a csirkehajcsárok csapata megállapította, hogy a fagyasztott és a friss csirke ugyanolyan mértékű kárt okozott. We showed that each of them exerted all their energy in 7 milliseconds, almost exactly. Basically, there was no difference. So does that mean the myth is busted? At these speeds, frozen or thawed chicken, myth busted, no difference at all. Egy későbbi epizódban azonban Jamie ragaszkodott egy pontosabb teszthez. Ezúttal több üveglapot használtak a behatás meghatározásához. Adam megdöbbenve tapasztalta, hogy a fagyasztott madár sokkal nagyobb kárt okozott, mint a friss. This is one that I have to go back on my original assessment of. I have to say, it's pretty definitive, this test, that this myth is in fact really plausible. 5. Robbanó dobozok. Hallottad már a történetet arról a nőről, aki pánikba esett, amikor egy kekszes doboz felrobbant az autójában? And when the paramedics pry the woman's fingers off the back of her head, they find that she's hanging on to this mass of raw biscuit dough. Bár nincsen bizonyíték arra, hogy ez az eset valóban megtörtént, az állítólag megerősítette, hogy a nyomás alatt lévő tésztadobozok tényleg fel tudnak robbanni egy forró járműben. Később úgy döntöttek, hogy aeroszolos és üdítős dobozokat is letesztelnek. 300 Celsius fok feletti hőmérséklet kellett ahhoz, hogy kárt tudjanak okozni a dobozokban. Ennek eredményeként megállapították, hogy a mítosz valójában nem lehetséges. The revisit, we got to see something blow up, but we busted it again. Yep, busted. Később azonban kiderült, hogy a kólás doboz 140 fokon is felrobban, csak kell egy kis idő neki. A csapat végül elismerte a hibáját. It is possible for a soda can to get hot enough in a car to explode. Mea culpa, myth confirmed. 4. Egy megrázó konklúzió. Ellen Penn gyerekkora óta felnéz a mítoszrombolókra. Technikai kütyük készítőjeként azonban úgy érezte, hogy Adam és Jamie túl hamar feladták az egyik kísérletüket. Sometimes you gotta phone it in. And there is one myth in particular where I think Adam and Jamie just gave up entirely too soon. Penn is versenybe szállt 2016-ban annak érdekében, hogy ő legyen az állítólag új rebootjának egyik házigazdája, de sajnos nem kapott helyet a műsorban. Ez azonban nem akadályozta meg abban, hogy bebizonyítsa tudományos hősei egyik tévedését az áramütést okozó vízsugárról. And then we'll make a water shooting gun and hook up an electrical source to it and see if we can shock the heck out of somebody. As long as that someone isn't me, I love this plan. A csapat különböző verziókat tesztelt, és megállapították, hogy ez nem lehetséges egy megszokott méretű pisztollyal, vagy bármilyen észszerű távolságból. I have to admit, I had high hopes for the water stun gun, but we did due diligence and it's busted. Yeah, I think it's pretty well busted. Penn azonban megépítette a saját fegyverét, és megdöbbentő módon ellentétes eredményeket ért el. I was a teenage boy when I first watched that episode and wondered if they might have missed something. And now I am a 31-year-old man that owns the world's only water stun gun. 3. Az egeres tévedés. Nem lehet egyszerű bebizonyítani, ha a profik tévednek, de ha sikerül, az hatalmas diadal lehet. Egy fiatal rajongó egyszer szembeszállt Adammel és bátran rámutatott egy hibára egy állatos teszttel kapcsolatban. She stopped and went. I wanted to ask about the elephants are afraid of mice, Smith. I'm wondering why you use white mice, because albino mice aren't very common in nature. Why would you use that if that's not something that's common in nature? A rajzfilmekben az elefántok gyakran félnek az egerektől, az állítólag csapata pedig megdöbbenve állapította meg, hogy ez a való életben is pontosan így van. The idea that the elephant was cautious around the mouse, I'd say we have to call that plausible. I'd agree. What do you think? A nem meggyőzött rajongó azonban rámutatott arra, hogy a teszt nem érvényes, mert fehér egeret használtak, ami a természetben nem gyakran fordul elő. Adamnek be kellett ismernie, hogy ez igaz. Nagyon tetszett neki az egész, hiszen mindig is az volt az egyik célja, hogy az embereket kritikus gondolkodásra ösztönözze. I really hope the legacy is that we show that science is deeply creative and introduce people to real critical thinking. And that seems to be what we've done. 2.
a nagy futószalag vita. Van egy elmélet, amely gyakran felbukkan az interneten, és mindig elég nagy vitát vált ki. Azt találgatják, hogy egy előre haladó repülőgép egy visszafelé mozgó futószalagon képes lenne felszállni. If an airplane is on a conveyor belt and both are going the plane's takeoff speed but in opposite directions, what will happen? Some say the plane will take off. Others say the plane will be held in place. Az állítólag csapata és a stábtagok mindannyian más-más véleményen voltak az eredményről. Még a pilóta sem gondolta, hogy a gép fel fog szállni a levegőbe. A Mythos tesztje azonban azt mutatta, hogy a futószalagnak nincsen semmi hatása. This one is so controversial. I can't believe that the very pilot we hired to test it thought that his plane would remain stationary. Yeah, for some reason people just can't wrap their brains around the fact that the plane's engine is not sending power to the wheels. It sends it to the propeller. Adam Savage, a műsor egyik legismertebb házigazdája, a saját YouTube csatornáján rámutatott, hogy sokan úgy gondolják, hogy ezek az eredmények nem voltak helyesek. A neten egy rakás magyarázat található a kérdés mindkét oldalára. Savage úgy véli, hogy a vita magának a kérdésnek az eltérő értelmezéséből fakad. When you ask about the controversy, the thing I always want to say is, go easy on people who have trouble with the controversy of this story. It's not because they're dumb, and it's not because they don't understand, it's because the question is devilishly clever. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangomat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, Jack és Rose az ajtón. Az egyik legvitatottabb filmes kérdés, hogy Jack vajon felfért volna-e Rose mellé az ajtóra a jeges vízben. Az állítólag úgy döntött, hogy egyszer és mindenkorra megválaszolja a kérdést. Jamie és Adam megállapította, hogy ha a szerelmes pár okosan használta volna a Rose mentő mellényét, akkor boldogabb véget érhetett volna a történet. We were able to prop up our bodies on the boards so that most of our body mass was actually outside of the water. Based on that, we gotta say, this is plausible. Rose and Jack could have survived. A film 25. évfordulójára azonban James Cameron egy új, tudományos alapokon nyugvó választ hozott nyilvánosságra. Saját testcsoportja, amelynek tagja volt egy hipotermia szakértő is megállapította, hogy kizárt, hogy a halálra ítélt pár mindkét tagja túlélhette volna. And the answer was, there was no way they both could have survived. Akárhogy is a vita azt bizonyítja, hogy bármennyi idő is telik el, Jacket nehéz elengedni. Ti rácáfoltatok már egy hozzáértő kijelentésére bármilyen témában? Kedvelitek a műsort? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!